Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a villamos és kisvízszállási út kereszteződésében. Beszélgető társunk Pánti Ildikó, a 8-as számú körzet képviselője. Javában zajlanak az aszfaltozások, gondolom képviselő asszony is nagyon örül, hogy az önkörzetében is kátyúzzák a legveszélyesebb útszakaszokat. Természetesen, én is köszöntöm a Karcag Televízió nézőit, és mindannyian nagyon örülünk a város vezetésével, a lakossággal, és valamennyi körzet képviselő, hogy erre a kátyúzásra sor kerül valamennyi körzetben a város költségvetéséből, mert hiszen javításra váró kátyúk, útszakaszok bőven vannak, és azt hiszem, hogy ez olyan téma, amely mindannyiunkat érint, legfőképpen a lakosságot, a közlekedőket, nem csak a gépkocsival, hanem a kerékpárral, vagy éppen a gyalogos közlekedőket is, és két olyan téma, ami a lakosságot mindenkor foglalkoztatja, a vízelvezető árkoknak az állapota, valamint az utak állapota. Ebben rengeteg kérdést, javaslatot kapunk a lakosságtól, fogadóórák keretében, lakossági fórumban, éppen egyéni beszélgetés keretében. Tehát nagyon-nagyon örülünk, hogy elkezdődött a kátyúzás a városban. Gondolom, hogy az önkörzetében is sokkal több kátyút meg lehetne javítani, meg sokkal több pénzt is el lehetne költeni. Milyen sorrendet állítottak fel, hiszen naponta itt van a körzetében és nézi, és gondolom a lakosság is jelzi, hogy hol a legveszélyesebb közlekedni. Ez a körzet, úgy szoktam mondani, hogy ez vezeti le a városnak a forgalmát. Gondolok itt a Deák körúttól a Vasút utcáig, Kisújszállási úr, Vasút utca lévő útszakaszok. Nem kell mondani a televízió nézőknek se, hogy mennyire forgalmasak, hiszen a városból bejövő, Madarasról bejövő forgalom, vagy éppen a városból kimenő forgalom itt zajlik, ezeken az útszakaszokon. Most különösen nagy gondot jelentett, ugye a vasútállomás felújításából már nem az a gond, annak nagyon örülünk, hanem az a nagyon-nagyon nagy teherforgalom, ami áthaladt ezeken az útszakaszokon, és ez valóban az utakat nagyon-nagyon megrongálta. Ezek között természetesen vannak ugye önkormányzati és vannak állami fenntartású. Hát bízunk benne, hogy az állami fenntartású utak, az útkezelője gondot fordít rá, mert régi-régi kérés akár a Kisújszállási útnak ez a szakasza, meg végül is mindegyik szakasza, de itt főként a Deák körút és itt a vasútút terjedő szakasz, ez nagyon-nagyon rossz állapotban van, de mondhatnám itt a kimenő szakasz is, ugye amíg nem volt, vagy amíg nem újították itt a Tescóig terjedő útszakaszon, tehát nagyon-nagyon ráférne, és természetesen, hogy vannak olyan útszakaszok, hiszen én is minden évben leadom az önkormányzat felé a felújításra váró igényeket a választókerületbe, és bizony vannak olyan útszakaszok, hogy a teljes útszakasz egy új burkolat felújítására szorulna, de erre a jelen helyzetben tudom, hogy nincs lehetőség, így örülünk annak is, hogy ezek a javítások megtörténnek. És hát gondolom, hogy lesz lehetősége az önkormányzatnak, a járdákat is meg fogják javítani, hiszen az is nagyon sok helyen kátyús, mert a tél igen kemény volt. Erről biztos fog tárgyalni még a képviselőtestület majd. Igen, hát ez is várat magára, mert ebben az évben lehetőségünk nem volt, hogy költségvetés szinten benyújtsuk, bízunk benne, hogy adódhat lehetőség. Hát igen, a én választókerületemben is vannak olyan járda utcaszakaszok, főként a régi aszfaltozásúak, hogy mióta képviselő vagyok, nem adódott lehetőség, hogy felújítsuk. És ezt is az idő megette, hogy így mondjam, arról nem is szól, hogy a aljnövényzet, a fák gyökerei és egyéb más növényzet nagyon sok helyen ugye púpossá tette, kitöremkedések vannak, tehát ezek is felújításra reménykedünk, bizakodunk. A lista azt hiszem minden képviselőnél egyértelműen együtt van, hogy bármikor erre lehetőség adódik, akkor ezt tudjuk prezentálni ezzel a szép kifejezéssel a felújítást végzők felé, hogy készen állunk ennek a elvégzéséhez.
Gondolom, hogy az ön körzetében lakók is, akiknek most itt elmennek, látják, sokan örülnek is, nekünk is mondták itt többen, hogy jó, hogy aszfaltoznak, de biztos személyesen önnek is jelzik, hogy örülnek ennek a lehetőségnek. Igen, hát amikor ugye körzetbejáráson vagyok én is, mint valamennyi képviselőtársam, akkor az emberek ugye most különösen jó időben többekkel kint az utcaszakaszon házak előtt találkozunk, és mindenki mondja, természetesen mindig van olyan lakó is, meg ingatlan tulajdonos is, aki megkérdez, hogy az ő ház előtt éppen miért nem került, hát igen, ugye itt mélységében nézik, amikor felméréseket végeznek, és ahol nagyobbak a gondok, problémák, ezt ott végzik el, és nagyon örülök, még egyszer mondom, mert ez egy nagyon-nagyon forgalmas városrész, a Deák körút, Kisújszállási út, Vasút utca, nem kell a televízió nézők előtt sem bizonyítani, hogy ez milyen napi forgalomnak van kitéve. Reméljük, hogy akkor ez tartós lesz, ez az aszfaltozás, és amiről beszéltünk, még lesz lehetőség az önkormányzatnak, hogy azokat, amelyek most nem készülnek el, meg tudja valósítani. Jó munkát kívánunk önnek, és hogyha újabb fejlemények történnek, vissza fogunk térni az ön körzetébe is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és bízva benne jövőbelátással, hogy újabb felújítása, illetve járda felújítása is sor kerülhet, hiszen a hivatal is, meg a képviselőtestület is polgármester úrral azon van, hogy ezek is javításra kerülhessenek. Én köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy megkerestek körzetben. Mi is köszönjük szépen!